Elutasította döntő fórumként a képviselőháza közigazgatási átszervezésre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat egyébként az erdélyi magyar közösséget is negatívan érintette volna. A közigazgatási átszervezésre vonatkozó törvényjavaslatot Tudor Bén Brassó megyei volt úszérés képviselő nyújtotta be a parlamentbe. A tervezet értelmében a jelenlegi fejlesztési régiókból megyék lennének, a városok esetében 10 000 lakos, a községeknél pedig 5 000 lakos küszöbértéket javasol. Hargitát, Kovásznát és Brassót egy megyébe olvasztaná, Maros megyét pedig Kolozs, Besztercenaszót és Szilágy megyével kötni össze. Valószínűleg, hogy 2024-es választások után 2025-ben ez nagyon komolyan napirend kerül ez a kérdés, és nagyon fontos az, hogy akkor nekünk milyen politikai erőnk lesz, hogy befolyásolni tudjuk ezt, hogy egy olyan közigazgatási átszervezésre kerüljön sor, amely nem érinti hátrányosan a magyar közösséget. A jogszabálytervezetet elutasította döntőházként a képviselőház plénuma. Korábban Traian Băsescu volt államelnök is hasonló javaslatot tett, amely a jelenlegi fejlesztési régiókat megyék kialakította volna át.